Az ungvári vár területén található Szent György templom romjai feltárását 2018-ban kezdték meg az Ungvári nemzeti egyetem régészei. A szentély építése feltehetően a 13. században kezdődött, majd egy 1728-ban bekövetkezett tűzvés során gyakorlatilag elpusztult. Újjáépítésére a továbbiakban nem került sor. <coughs> A feltárásba bevonták az Ungári Nemzeti Egyetem történelem és nemzetközi kapcsolatokkal a hallgatóit is, akik régészeti szakmai gyakorlatokat a terepen töltötték. A feltárás folyamatát a pandémia és egyéb okok miatt több évre felfüggesztették, majd újra indultak a munkálatok. Idén az Ogvári Vár vezetése és az UNE régészei megkeresésére a rendkívül unikális régészeti expedícióhoz magyarországi szakemberek is csatlakoztak. A külgazdasági és külügyminisztérium támogatásával Ungvárra érkezett dr. Türk Attila, a magyar ősztörténet elhivatott kutatója. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének munkatársa. Valamint Takács Bendegóz, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem roncsolásmentes régészeti tanszékének munkatársa. Látogatások célja az egyedülálló középkori templom rekonstrukciójához szükséges mérések elvégzése volt. Mivel a mi a pázmányon ugye az egyházi építményeknek a kutatástörténetével, történetével, régészetével elég sokat foglalkozunk, ugye elég sok kollégáim sok templomok, templomromokat, kolostorokat ásnak Magyarországon, ezért tulajdonképpen később a logikus volt a megkeresés irányunkba, miután a Ungári Vármúzeumnak ez igazgató ugye magyar szakemberekhez fordult, és föl, mert teljesen természetszerűen vetődött föl, hogy a pázmány, akinek egyházépítések építések feltárásában, illetve rekonstrukciók készítésében nagyon jó referenciái vannak, hogy dolgozhatnánk együtt, tehát több korszak kutatásában is, a régészetében is, és hát így kerültünk most ide. Magyar Külügyminisztérium támogatás, részéről lenne támogatás ennek a munkának a elvégzésére. Hát itt alapvetően arról van szó, az a vár, templom, várt területén található templom, középkori templomnak a feltárása, teljes feltárása, megkutatása és bemutathatóvá tétele. Hát ez egy kárpát medencei szinten unikális műemlékről beszélünk, elképesztő jó állapotban maradt meg ugye nem épültek rá később a városnak az új részei, úgyhogy ez egy, ha ezt tényleg így sikerülne minden gyönyörűen föltárni és bemutathatóvá tenni, akkor ez az egyik legesleg legszebb lenne. És legkomolyabb műemlék lenne szintén tényleg kárpát szinten. Igazából most a kezdeti fázis az a felmérés, ahhoz, hogy ugye egy nagyon pontos rekonstrukciót tudjunk csinálni. Ugye, számító, ugye itt az alapokat látjuk, illetve a falaknak a maradványait, csonkeit, de ugye ezekre nagyon jó számítógépes programok vannak manapság, amivel meg tudják rajzolni az egész templomnak az egykori. Ugye a látogatók számára mindig az a fontos, hogy hogy nézett ki, hogy nézhetett ki. És ugye ez természetesen olyan ö, számítógépes program, olyan régész végzi, aki ismeri ennek a korszaknak a ö, viszonyait, a statikai építészeti viszonyait és Takács Bendegúznak hívják a kollégámat, ő a Pázmányon négy régésztanszék van, és az egyik az úgynevezett roncsolásmentes régészeti tanszék. Ő elsősorban ezekkel a kütyükkel foglalkozik, a mérés technikával, illetve a régészeti térinformatikával, és ő nagyon-nagyon gyors és nagyon-nagyon precíz felmérést fog tudni csinálni itt a falakról, illetve a maradványokról, és ez fel fogja gyorsítani azt a folyamatot, ami alapján tudunk egy Javaslatot tenni arra, hogy egyrészt szerintünk hogy nézhetett ki a templomnak a fölmenő része, és hogy ö, milyen ö, javaslatot tudnánk tenni az ukrán kollégáknak a, ö, ugye a bemutatható váltételhez.